A Székesfehérvári Balettszínház februárban hívta életre a balettbarátok körét. A csoporthoz folyamatosan csatlakozhatnak a kortárs táncszínház barátai, akik tagságokkal érdekes rendezvényeken vehetnek részt. Tegnap este a Vörösmarty Mihály könyvtár olvasó termében találkozhattak Egerházi Attila igazgatóval és a társulat két kiváló művészével, Kovászki Boglárkával és Fernando Gabriel Luis Luizzal. Ez egy olyan fontos a balettbarátok körének a megalapítása, hogy ne csak a színpadon találkozzon a közönség ezzel a egyedülállóan csodálatos műfajjal, hanem a kulisszatitkait is megismerje, a miben létét megismerje, akkor könnyebben élvezhető az előadás, könnyebben átélhető az előadás. És hát kifejezett szándékunk, hogy toborozzunk közönséget a táncszínháznak, a kortárs tánc műfajának Székesfehérváron. A találkozón szó esett a Balettszínház produkcióiról, kiemelve következő székesfehérvári előadásukat, a Pillangók című három felvonásos táncszínházi estet, emellett a táncos lét örömeiről és áldozatairól, valamint a koreográfia művészetéről is szó esett a színházművészeteken belül. A színház ugye az életnek a tükre, és a táncszínház is az életnek a tükre, és reflektál az életünkre a költészet erejével. A zene, a tánc, a mozgás, a színház erejével, a színház teremtés erejével. Ez nem valami Parnassuson lévő, elérhetetlen valami, amiért nagyon fel kell mászni a közönségnek, és előtanulmányokat kell folytatni, hiszen a lélekhez szól, lélektől lélekig, szívtől szívig. Jó hír, hogy a baráti körbe jelentkezők számára egy különleges kedvezményekre jogosító tagsági kártya is készül, amellyel a klubtagok a balett előadásokra a Vörösmarty Színház jegypénztárában vásárolt teljes áru jegyeknél 30%-os kedvezményt kaphatnak, és az évadban kétszer ott lehetnek a prémierek utáni fogadásokon is.